Először is, hogyha meg kellene azt fogalmazni, hogy miben rejlik a hófehérke és a héttörpe sikere, akkor mit mondanának? Én azt hiszem, a legegyszerűbb avval az egy mondattal válaszolni, amit Tallinnban a premier után írtak, hogy ez olyan, mint amikor az ember egy boldogság injekciót kap. Ön szerint? Én ugye művészként tudnék hozzászólni, ugye? Hát nekünk ez mindig egy ilyen speciálisan különleges élmény. Én most már 16 éve táncolom a szerepet, Julia Róta, és... Melyik? A banyát, igen, ne felejtsük el, mert ugye ez egy ilyen különlegesség, hogy egy férfi táncművész alakítja ugye már a királynő, mikor átváltozik és megérkezi a hófehérkét, ugye innentől kezdve egy másik karakter van jelen, és én ezt fogom eltáncolni most is, mint ahogy annak idején már a premiéren is, akkor is és most is nagy élmény, mert különlegesnek tartom, nem csak a figurát, meg az én szerepemet, most attól eltekintve, hogy ugye egy női szerepről beszélünk, hanem az egész darabon belül szerintem fontos az, hogy erősek legyenek a karakterek, hiszen akkor ugye sokkal értetőbb a történet, és mi magunk pedig sokkal jobban élvezzük, mint egy átlagos idézőjelben balettet, hiszen ugye teljesen más hangulata van, és az előadások között is, meg a próba folyamatokon is már nagyon jó hangulat van, és ez csak fokozódik az előadások alatt, úgyhogy nekünk ez mindig egy ilyen szívünk csücske minden évben. Kinek ajánlják a darabot, gyerekeknek, vagy csak is kizárólag felnőtteknek? Nem, mindkettőknek. Ez azon kevés darabok közé tartozik, hogy nem kell megerőszakolnia magát a felnőttnek, hogy elvigye a gyereket, és végigüljön egy darabot, ami az ő szintjén neki jó, hanem ez mondhatni, hogy két évben lehet végigkísérni a darabot. Egyik, ami a gyereknek szól, és abszolút szórakoztató, és a másik a felnőttnek, aki szintén két órán keresztül felhőtlenül ki tud kapcsolódni, és visszaváltozhat gyerekké. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés ilyen darab van, ami úgy ilyen két paralel évbe futó különböző korosztálynak szóló darab, amit mind a kettő élvez, és mind a mellett nem infantilis. És nagyon fontos, hogy ez egy olyan darab, amelyik úgy gondolom, hogy ha először találkozik a gyerek színházzal, akkor minden bizonnyal szívesen eljön még egyszer, vagy színházlátogató lesz, vagy hogyha elvetemülted, még művész is lesz belőle. Ugye a közönség találkozónak a végén vagyunk, és három nappal járunk maga az előadás előtt. Ilyenkor találkozni a nézőkkel, és az ő kérdéseiket, az ő kíváncsiságokat fogadni, az mit indít el a művészekben? Nagyon fontosnak tartom különben, minden esetben, nem csak kifejezetten itt, hogy, és egy ilyen előadásnál, hogy legyen kapcsolat szerintem a nézőkkel, hiszen nekünk is ez egyfajta visszajelzés sokszor, hogy ők hogy fogadják az előadást, hogy várják, milyen kérdések merülnek fel esetleg. Ez még így az utolsó napokban is segíthet, még a munkafolyamatokban is, független attól, hogy tulajdonképpen mi már készen vagyunk, tehát a technikai rendpróbák, a világítás minden már rendben van, tehát már jelmezős színpadi próbára készülődünk este, szóval igazából a produkció készen van. Engem mindig nagyon érdekelt, hogy visszanyúlnak az emberek ehhez a darabhoz, és nagyon jó hallani azt, hogy ők is ugyanúgy érdeklődnek, mint ahogy mi szeretjük, tehát hogy ilyen értelemben ugye találkozik a kettő, és én azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy nagyon különleges, kellemes szórakozás lesz.